sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Lengyel tesókat hoztam, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit alkottak most. Hoppa bringás! Oh, 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 oh. Jaj! A külvárosi bringás. Azt a... De rá volt rajta a sisak. Nézz, jön. Jaj, jaj, És megúszta pont megúszta. Na itt van hátsó kamera is. Á, már megy a levilogás, bár mondjuk ezt nem mondanám belső foglalásnak. 130-szal megy 131 -en. teljesen korrekt. Azt, hogy ez bácsi nagyon kemény. És Magyarországon is, itt Budapesten is láttam már ilyeneket. Ez a, ez a gangsta zene, ez nagyon kemény hozzá. Megszoros megkérdezem, mennyit fogy a százon. Ezt megint csak nem értem. Tehát várható volt, hogy be fog jönni. Várható volt. Várjál, az irányjelzőt mikor tette ki? Ugye ez a sáv az megszűnik. Már így kitette az irányjelzőt. Hát ez, ez egy jó, hát, Ez legalább egy négy autónyi távolság. És annyit nem tett meg, hogy lassítson, gyere be! És nem, inkább, inkább tartja a sebességet, vagy még rá is gyorsít, hogy utána rádudálhasson, hogy, hogy utána felvesse ezt a videót. Esküszöm, sok, es, sok esetben ma azt hiszem, hogy direkt csinálják. Hogy utána el tudják küldeni a, a Stopham csatornának. Na, mi lesz? Büntetőfékezés? Aha, aha. Jujuj. De nem tudjuk az előzményeket. Amikor ilyenkor, amikor így nincsen hang, akkor valószínűleg már az itt rádudálás is volt előtte, és abból jött a büntetőfékezés. Csak ez azt akarja mutatni, hogy hát én nem tudom, hogy miért fékezett be nekem. Jó, aljas dolog, nyilván, de... Na! Teljesen pirosan ment át az asztrás. Blinkás meg utána megy, figyeld! De úgy néz ki, csak simán megbeszéljük a dolgokat. Szeretet és békesség legyen az új évben mindenkiben. Na ez már belső sávfoglalás. Nem, nézd meg. Hoppá! És Brenko lett. De tényleg nem tudom, miért nem húzi, húz, el onnan a vérbe. És nézem, most meg rágyorsít. Nyilván, aki a külső sávban megy, ő nem... Ő, tett, ő például nem tett semmiről, ő, ő rendesen közlekedik. Aki a belső volt, az meg egy sutyerák. igen, a kamionok azért tudnak érdekes műveleteket csinálni, de... Az a helyzet, hogy az, az bármelyikünkkel előfordulhat, főleg egy kamionosnál, hogy hogy eltéved. Tehát ugye amikor mondjuk egy ipari területet keres már a, a célállomás közelében, és, és, és nem tudja, és eltéved. Tehát ugye este locikán is láttunk olyat, amikor nem tudta, merre fele, merre fele van. Jó, mondjuk ő annyiban ö, korrekt, hogy ő inkább akkor tesz egy nagyobb kört, hogy visszakerüljön oda, ahonnan, a, vagy ahol volt, vagy ahova kell menni. Ő ilyen műveleteket nem nagyon szokott csinálni. Csak ugye ezek rohadt nagy autók. Rohadt nagy gépsárkányok. És <kül> Az, hogy személyautóval valaki ilyet csinál, hát jó, körbenéz, nem jön sehol, senki, oké. Okay. De neki meg komolyabb művelet. Meg ettől függetlenül ez persze teljesen szabálytalan volt. Hello, 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 hát ez mi? Azt a rohadt! Ez bealudt, vagy mi a franc volt? Azt figyeld. Ez elbambult egy kicsit. Jó, de durva forgalmi szituáció lesz itt. Hú, már most tetszik. Már most nagyon tetszik. Ilyenkor egyébként már mindenki nyaldossa a száját, hogy Hú, rá végre rányomatok a dudára. Azaz, Léci, Nem, mindenki türelmes? Jaj, és inkább neki megy! De miért? A fóra, a hát jó, <laughs> az a baj, hogy igazából így egy sávon segített, ugye, amelyik elkanyarodik, de akik tovább mennek egyenesen, azokkal most jó kicsasszát. Mert ezek itt most ki fognak szállni, meg fogják nézni, hogy mi történt, mekkora az anyagi kár.

Körbe se nézed, hallod és lelép. Beszarsz. Milyen felelőtlenek az emberek tényleg. Hát még talán a mobiát is cseszteti. Nézd meg. Hoppá, hoppá, jaj, jaj. Aha, mobilozik. Most elmondja, hogy kézzel majdnem elítettek, mert hülye voltam. Hát ennyi. Srácok, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!